Dér Katalin vagyok, köszöntöm Önöket! A Kördzengés ünnepe című sorozat legutóbbi adásában a Bibliai etika alaptörvényével foglalkoztunk, azzal az alaptörvényel, amely megelőz minden mindentételes parancsolatot, még a tíz parancsolatot is. <kül> Ezt az alapszabályt Pálapostól fogalmazta meg a Római Levél etikai tanításáról szóló jó hosszú három és fél fejezet terjedelmű részének a bevezetőjeként. A 12. fejezet első második versében, tehát még az egyes etikai résztémák előtt ezt leszögezte, mert ez az egész bibliai erkölcstan lényege. A bibliai etika ugyanis hála etika, vagy válasz etika. Az ember válasza arra a mérhetetlen kegyelemre, amit Isten megadott neki Jézus Krisztusban, amikor őt áldozatul adta az ember üdvösségéért. Ennél fogva a bibliai etika maga is egyfajta áldozati etika. Az ember átadja magát, az életét Istennek. Ezt így fogalmazza az apostol: Kérlek tehát benneteket, testvérek, hogy Isten irgalmáért, tudnék, amit megmutatott Jézus Krisztusban, és amiről a római levél egész eddigi tizenegy fejezete szólt. Szóval ezért adjátok oda testeteket élő, szent, Istennek tetsző, áldozatul. Majd hozzáteszi az apostol, hogy Istennek a cselekvésére ez az egyetlen logikus válasz. Ez legyen, írja Ati, értelmes, vagy észszerű, vagy logikus Isten tiszteletetek. Hát lássuk most még részletesebben, hogy miről is van itt szó. A bibliai vagy keresztény etikát nem az alapozza meg, hogy az ember, amikor megtér, akkor jó, meg becsületes ember lesz belőle. Nem. Erre természetesen törekedni kell naponta az embernek. De a bibliai etikát nem az ember igyekezete alapozza meg, hanem Isten azzal, hogy a megtért embert belehelyezi egy vadonatúj, konkrét léthelyzetbe. És ez az új léthelyzet határozza meg aztán őt mostantól fogva. Hát hogy néz ez ki? Négy fő vonásáról beszélek ennek a vadonatúj léthelyzetnek. Egy. A hitre jutott ember immár megigazult. Isten a megtérése pillanatától kezdve igaznak fogadja el őt. Annyiban jogosan, hogy ha bár az ember ekkor még, tehát a hitre jutásakor nem változik meg automatikusan. Ugyanolyan, mint volt, de már felismerte az első és legnagyobb igazságot. Azt, hogy önmaga a saját erejéből nem képes kijönni a bűnös állapotából, elveszettségéből, hanem Más valakire szorul, szabadítóra, megváltóra, a messiásra, Jézus Krisztusra, Istenre. Van szüksége. Na most ez az első és legfontosabb igazság, amikor én ezt felismertem, Isten szemébe már igaz ember vagyok, kész. Másodszor, ez az ember Krisztusban van. Mert Isten a gyermekévé fogadja, és mostantól úgy bánik vele, mint Krisztussal, ha az ember megengedi, ezt átadja magát neki. Harmadszor. A hitre jutott, Isten által igaznak tekintett és gyermekévé fogadott ember mindennek, mindezeknek a logikus következményeképpen nem hal meg végérvényesen. Hát már hogy nézne az ki, Isten gyermeke? Nem hal meg végérvényesen, hanem a megtérésével már is feltámadta halálból, a bűnnel eljegyzett halálnak átadott állapotából, és átlépett a nagybetűs életbe, már most itt a Földön örök élete van. Szögezi-le a Biblia örök élete remény szerint? Ám ez olyan betonbiztos remény, amelyről a Biblia állítja, hogy nem csal meg. Azaz bizonyosan beteljesedik. Olyan remény, amelyet meghiúsítani csak az ember képes, hogyha utóbb mégis elhagyja Istent. Ezért, mivel tehát örök élete van, az ember elvileg képes a mindennapjaiban is, minden dologról is, az örök élet perspektívájában gondolkodni és cselekedni. Óriási. Például képes lemondani bizonyos dolgokról, amelyek bár pillanatnyilag jónak tűnnek, de hátráltatják őt egy nagyobb jó, az örök boldogság elérésében, örök élet perspektívája. És végül negyedszer az ember, aki örök élettel bír, hát az természetesen Isten országának a tagjává lesz, a polgárává lesz. És vonatkoznak rá az Isten ország törvényei. és, és, és képes ezeket legalábbis elvben, megtartani ezen ország törvényei szerint élni, vagyis a szeretett törvény, az adástörvény szerint a megbocsátás 70 szer törvény szerint, és így tovább. Na most ezzel a négy. Ö, összefüggő vonással lehet röviden jellemezni azt a bizonyos új egzisztenciát, új léthelyzetet, amelyen az egész bibliai etika alapul, és nem más, ezen alapszik. Mindez tehát az, hogy az örök élet perspektívájában gondolkodjunk, hogy Isten országának törvényi szerint, mint Isten gyermeke, és Istennek, uh, Isten által igaznak elfogadott ember, mert ez a lényeg, na most mindez a való életünkben nem jön létre magától, hanem először is világosan tudatosítani kell. Tudatosítani kell, hogy ki vagyok én, és gyakorolni. A tudatosítás eszköze elsősorban az ima, egy speciális imafajta, az úgynevezett megvalló ima. Az ember a Biblia alapján, azaz Isten valós ígéretei alapján elhiszi, és gondolatban, de még inkább fönhangon megvallja, hogy ő most már Isten kegyelméből ilyen és ilyen léthelyzetben van. Például ilyen megvallásokra gondolok, de nem a magam kutfejéből, hanem mind a Biblia szavai Isten szava alapján. Mondom ezeket. <clears throat> Jézus Krisztus az Úr lelkem, testem, életem felett. Annak szent lelke lakik bennem, aki Jézus Krisztust föltámasztotta a halálból. Ugyanaz, aki Jézus Krisztust föltámasztotta a halálból, az én halandó testemet is megeleveníti az ő bennem lakozó szent lelke által. Megállok. Öm, ez ugye elsősorban a, a az a élet végi, vagy az idők végi feltámadásra vonatkozik, de nem csak a jelen életre is vonatkozik. Ez a tapasztalatom, hogy az ember úgy reggel ettől úgy életre kell. Tényleg. Megyek tovább. Én Jézus Krisztusban vagyok. Hát erről ugye beszéltem. Na de. Én Jézus Krisztusban vagyok, aki bölcsességül lett nekem Istentől, és igazságul, szentségül és váltságul. Ez mind megvan nekem. Mindenre van erőm, folytatja a Biblia, Krisztusban, aki engem megerősít. Az Úr az én pásztorom, ugye 23. Zsoltár. Nem szűkölkölköm, az én Istenem betölti minden szükségemet az ő gazdagsága szerint, tehát feljebb, mint ahogy én kérem, és dicsőségesen, Jézus Krisztusban. Nem félek. A félelem elleni ima, mert te nem a félelem lelkét adtad nekem, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. Ez itt van velem. Erő, szeretet, józanság. Nem aggódom semmi miatt, hanem minden gondomat rád bízom, Uram, és mindenben rád hagyatkozom, mert neked gondod van rám. Reggel estig. Hű az Úr, aki engem megerősít, és megőriz a gonosztól. Ha te velem vagy, ki lehet ellenem? Most áttér az ima a testre. Jézus Krisztus testének tagja vagyok, megváltást kaptam az átukalól, alól, mert Jézus elvette erőtlenségemet, ő hordozta betegségeimet, bűneimet a saját testében felvitte a keresztre, hogy a bűnöknek meghalván az igazságnak éjek. Betegségeimet Jézus viselte, és fájdalmaimat ő hordozta, az ő sebei szereztek számomra gyógyulást. Ezt nagyon fontos naponta imádkozni. Az ő sebei szereztek számomra gyógyulást, és a testem a bennem lakozó szent lélek temploma. Mivel pedig áron, nagy áron lettem megváltva, dicsőítem Istent lelkemben és testemben, amely az Istené a bennem lakozó Szentlélek által Krisztus értelme van bennem, hogy csak olyan gondolataim, érzéseim és céljaim legyenek, melyek az ő szíve szerint valók. Hit van a szívemben, és nem kételkedem. Jézus a hitem forrása és a beteljesítője, úgyhogy én ragaszkodom hitem megvallásához, és kitartok benne meghallom a jó pásztor hangját, és az idegen hangját pedig nem követem. Isten szeretete kiáradt a szívembe a nekem adott Szentlélek által, és az ő szeretete gazdagon lakozik bennem. Istentől születtem újjá, és a bennem levő hit legyőzte a világot, mert Jézus hatalmat adott nekem, hogy kígyókon és skorpiókon tapossak, az életem kígyóin és skorpióin, és az ellenség minden erején, úgyhogy semmi sem árthat nekem, úgy igazából és végleg. Felveszem a hitpajzsát, és az ellenség minden tüzes nyilát kioltom vele, mert nagyobb az, aki bennem van a szent lélek, mint aki e világban van a gonosz lélek. Isten megszabadított a sötétség hatalmából, és átvitt szeretett fia országába, a Jézus Krisztusban való élet szellemi törvénye megszabadított engem a bűn halál törvénytől. Isten Jézussal együtt engem is már feltámasztott, sőt vele együtt ültetett a mennyei trónra. Ha Jézus Krisztus Megszabadított engem, akkor valóban szabad vagyok. Isten alkotása, új teremtmény, Krisztusban újjáteremtve, jó cselekedetekre, melyeket Isten már előre elkészített nekem, hogy én azokban járjak, mint Krisztus testének tagja, egyházának hasznos tagja. És Isten maga végzi bennem az akarást is, meg a cselekvést is, az ő tetszése szerint. És így tovább, és így tovább. Kedves hallgatóim, ez tényleg csak néhány példa volt a szentíráson alapuló, megvalló imából. Ö, személyes tapasztalatból mondom és tanúsítom, hogy egy, ezek a szavak, ezek isteni szavak, és tényleg hatékonyak. Kettő pedig, hogy hatásuk egy bizonyos lélektani törvényszerűségen alapul, amely, hát nagyjából röviden a következő. Ha az ember rendszeresen, de hangsúlyozom, rendszeresen megvallja ezeket a kijelentéseket saját magáról, a napi problémáiról, ha kimondja őket a gondjai, a nehézségei fölött, akkor mi történik? Ezek a teremtő szavak beépülnek a bensőjébe, a szívébe, és akkor onnan belülről így kifelé hatva fokozatosan megváltoztatják az élete külső folyását is. Azután az imában és a hit cselekedeteiben szerzett tapasztalatok nyomán tudja az ember most már ténylegesen átadni az életét Istennek szolgálatra egyre nagyobb és nagyobb mértékben és Istennek átadott áldozati életet élni. Kedves hallgatói, mindenről azért beszéltem ilyen hosszan, mert sok keresztény ma nem így gondolkodik a Krisztusi erkölcsi életről. De, és ez nem az ő hibájuk, nem az ő személyes hibájuk. Ugyanis a modern etika, amely aztán a keresztény etikára is óriási hatással van, szóval ez nem az ütvtörténet történet tényeiből indul ki a modernetika. Nem abból az újjáteremtett emberi létre vonatkozó négy pontból, amelyekről én beszéltem. Szóval nem a kinyilatkoztatásból indul ki, hanem az úgynevezett természettörvényből, az ember természetéből. Ez az etika egyszerűen az ember bölcseleti filozófiai meghatározását veszi alapul, mint például, hogy az ember éssel bíró, halandó, lelkes lény. Ez az egyik klasszikus definíciója az embernek. Szóval ebből indul ki. És az ember elkölcsi élete azon alapszik, hogy képes a józan ész használatra. Van neki norma tudata. No, ez mind nagyon szép, de Krisztus törvénye, a keresztény ember erkölcsi törvénye, ebből, tehát a természet törvényből nem vezethető le. Egyszerűen nem vezethető le, hanem, hogy így mondjam, sokkal több. Például a természetes embernek a szeretett törvénye, amelyről persze Jézus is beszél, az úgy szól, hogy szerest fele barátodat, mint önmagadat. Ez ugye logikusan következik a természettörvényből. És egy nagyon-nagyon magas erkölcsi szint ez már. Mint önmagadat. Csak hogy Jézus a maga tanítványainak ad egy másik szeretett törvényt is, olyat, amelyik viszont már egyáltalában nem vezethető le a természettörvényből, hanem csak a, a az üdveseményekből vezethető le, Isten kegyelméből. Tehát ez így mondja, szeressétek egymást úgy, ahogyan én szerettelek benneteket. Hoppá, ez más. Úgy, ahogy én, vagyis jobban, mint önmagatokat. Szeressétek a másikat, akár az életetek odaadásáig, ahogyan én az életemet adtam, értetek. Ugye, ez nem természettől, ez nem vezethető le a természettörvényből. Vagy itt van a hegyi beszéd sorozatából ez a rész, hogy mondatotta régieknek, ne paráználkodjál. Én pedig mondom nektek, aki kívánó szemmel, vágyódó szemmel a szonyra néz, az a szívében már is paráználkodott vele. Vagyis a bibliai etikában a bűnös cselekedetek egyszerű kerülése az így nem elég, nem elégséges. Mert Jézus a kiinduló pontot, a cselekedet forrását, a szívet, az ember bensőjét szeretné elérni és megtisztítani. Erről szól ez a hegyi beszédbeli mondássorozat. És hát ez nem vezethető le a természettörvényből. Ugyanígy a római levélnek ez az áldozat etikája, amiről most beszélek, vagy hála etikája, hát az sem vezethető le a természettörvényből. Amint ahogy, ahogyan a hit tárgya Isten kegyelme, úgy a bibliai etika lényege, vagy tárgya pedig a hála. És ráadásul a görögben e kettőt, ugyanaz, egy és ugyanaz a szó fejezi ki, charis. Charis. Ez egyalán, egy aránt egy jelent kegyelmet Isten részéről, meg a hálát ezért az ember részéről. Mert a kettő Istennél és elvben ugyanazon egy dolog két oldala. Ez gyönyörű. Pál a római levél 12. fejezet első két versének a gondolatmenetét, azután így folytatja a hármas versben. Idézem, ne szabjátok magatokat a te világhoz, hanem alakuljatok át értelmeteknek a megújításával. Jó, ezt értjük, erről a legutóbb már volt szó. De mi a célja az egésznek? Tehát értelmetek megújításával, hogy felismerjétek, mi az Isten jó, kedves és tökéletes akarata. És itt aztán megint van miről beszélni. Tehát Isten akaratát kellene felismerni, ami konkrét életünkben, amely akaratról három jelzőt mond az apostol, hogy jó, tudnék jó az embernek, ezért kettő kedves Istennek és embernek egyaránt, három, egy szóval röviden Tökéletes. Jó? Istennek kedves és tökéletes akarata. A bibliai tökéletes szót viszont szinte mindig félreértjük. A kifejezés modern értelme szerint vesszük például úgy, hogy tökéletes annyi, mint hibátlan. Pedig nem erről van szó egyáltalán. A Bibliában a tökéletes az nem jelent hibátlant, legfeljebb, Isten esetében, de emberről mondva soha. Miért? A bibliai görögben ez a tökéletes úgy hangzik, hogy telejosz, telejosz, amely viszont a telosz főnévből származik, és ez a telosz célt jelent. Tehát a telejosz, amit ugye tökéletesnek fordítunk, annyi, mint célos, céljára irányuló, mondjuk ember. Céljára irányuló ember, még akkor is, ha esetleg nem hibátlan. Tehát Pál azt mondja, hogy Isten akarata ilyen telejosz, vagyis a célra irányul, az ember üdvösségére irányul, mert Istennek ez a célja. De mondok erre egy példát. A Jakab levélben, a harmadik fejezet, második versében ezt olvasom. Azt mondja, sok mindenben vétünk, minnyáján. De ha valaki szavában nem hibázik, az tökéletes ember. Ugye vét, azt mégis tökéletes. Tehát itt napnál világosabb, hogy nem hibátlan emberről mondja ez a Jakab, hogy tökéletes, hanem olyan emberről, aki esetleg olykor-olykor, ugye vétkezik sok mindenben, mégis lehet tökéletes, teleyoszt céljára az üdvösségre irányuló, afelé igyekvő, néha meg de arra felé menő ember, akkor, ha úgy mond az író, szavaiban nem hibádzik, vagyis Isten jó ígéreteit vallja meg a maga élete felett. Nem panaszokat, problémákat, hanem az Istennek a jó ígéreteit. Valahogy úgy, ahogy itt az előbb mutattam néhány példát erre. Kedves hallgatóim, innentől, Pálapostól arról szól, hogy Isten jó, kedves és tökéletes, azaz célirányos akaratának a felismeréséhez viszont mindenek előtt önismeretre van szükség, hogy hogyan tudnám, milyen téren tudnám én átadni magamat Isten ahhoz ismernem kell önmagamat. És ez egy nagy téma, ezzel folytatja tehát Pál, de majd egy másik alkalommal beszélünk róla. Dicsértessék a Jézus Krisztus! és ünnepe Dél-Katalin műsorát hallották.